Sziasztok emberek, én Mivan ebben a videóban. Egy Mi van a telefonomon videó lesz. Azaz megmutatom az összes alkalmazásomat. Persze, inkább innen mutatom meg, mert innen kezdjük. Na, az első az ilyen pick crafter, nyomogatni kell, és ennyi. League of Gamers, ez a League of Gamers, ez ebben volt egy videó, ezt már tudni kell. Beállításokban minden található, dokumentumok, azok ilyen, hát ilyenek, hogy ilyen cuccok vannak benne. E-mail, és nem tudjuk semmit, nem tudunk oda semmit. Aztán van fényképezőnk, van Galaxy Appsünk, amivel ugye vannak alkalmazások, meg vannak játékok, meg exkluzívak, meg jobbak, meg G-rek. És akkor itt innen is le lehet tölteni játékokat, meg bármit le lehet tölteni. A következő a galéria. Itt meg mindent meg lehet találni, amit csak meg tudsz találni. Minden, ja, igen. Mindent. Aztán van a Google. Aztán, hogyha megmondjuk, igen, itt mindent használni lehet. Ez meg ki? Kínai, vagy japán, vagy ki? Ennyi. Google-ünkben nincs nagyon semmi extra. Aztán van egy hangalapú keresés, az is ugyanolyan, mint a Google. Van egy hangrögzítő, ide meg felveszi a hangokat. És legtöbbet, na mindegy. Nagy baj után folytatás. Új elvágás volt. Aztán van egy intelligens kezelő, az nem használom. Az internetet se használom, a jegyzetet se használom, a névjegyzéket se használom, de azért megmutatom. Látjátok, itt van mindenki. Aztán itt van, hogy óra. Így tudjátok, Chicago, USA-ban lakunk, meg minden. 9-2 van. És playáruház, az mindenkinek megvan, playjátékokat is lehet, a playfilmekbe lehet filmet nézni, és az estervező az meg ilyen naptárszerűség. Aztán az esvojice az, hogyha valamit belemondasz, akkor ez valamit ki... It looks like... Cső, például most ezt a... És itt vannak a saját fájlok, a képek, legújabb fájlok, és videók, és hang, és dokumentumok, meg letöltött alkalmazások. És utána van egy Samsung Hilt, amit nem használok. Következő. Elfogadom. Igen, ez egy lépésszámláló. Nézze, 300. Aztán van egy olyan, hogy Samsung Music. Ebben ugye vannak a zenék. És akkor itt lehet meghallgatni bármilyet. Aztán van egy olyan, hogy számológép. Ebben tudjátok, ebben mindent ki lehet számolni. Ennyi. Aztán van egy telefonunk nekünk. Itt ide be lehet írni valakit. És figyelj. I am the one, a papa, az a bűvös 54-es. Aztán van a térkép. Ugye ez mindenkinek meg lehet. Aztán van... Menj már innen, plancolj a zombi 2. Megvan. Ugye itt van. Menj már innen. Ugye ennek. Innen nem akar. Aztán van egy olyan üzenetek, van videó. Aztán itten vannak egy olyan, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 videó. Ugye ez egy hacker videó, amit a barátomnak akartam elküldeni, de még nem küldtem el. Aztán van egy olyan, hogy YouTube. Az mindenkinek megvan, az utcakép az olyan, mint a térkép, csak ez utcakép. És rendben, ezt se használom egyébként, és ez is ilyen, mint a térkép, de ezt nem használom. Aztán video wallpaper, ezzel lehet ilyen háttereket állítani, és mindig leáll, azért nem használom. A Shazam az zenét keres. Ugye zenét keres, és akkor az Igo Navigation és valamicsoda. Hát ez... Igen, ezzel így van egy ilyen
cucc, és akkor na, ezt se használom. És ezen még van a smart switch, ezt se használom. Ez valami nem tudom micsoda, és ezt nem ismerem. És akkor gondolom, itt most mindent megnyitott, amiket ki kell törölni. Ugye van a Messenger, meg a Facebook, utána itt vannak a játékok is, hol itt vannak a többi játékok, amit valamiért nem mutatott meg. Ezután valamiért kettőt így benyomott kettőt. Na mindegy. Van a Catchers, az ilyen... Mindjárt mutatom nektek, megmutatom nektek, és valamiért nem, miért ment el a netem? Nem értem. Hát ugye ez a zombi catchers, ez olyan, hogy vannak benne különféle zombik, és meg kell, ő belőlük kell ilyen, mit tudom én, micsodákat csinálni, nem tudom mióta nem játszottam vele. A következő pedig egy durekorder, ezzel szoktam videózni. Van Clash Royale, szerintem mindenki ismeri, de azért megmutatom. Ugye kártyákat kell szerezni, lehet battle-ozni, meg 2v2 battle, abban nem veszítesz semmit, csak nyersz. Hogyha nyersz egyáltalán, a battle-ben meg lehet veszíteni, hogyha veszítesz, és ebben vannak ilyen... Kérheted a izéket, kártyákat. Itt van upgrade-elni lehet, itt vannak a napi lények, és van nekem nincs meg. És ennyi igazából a Clash Royale. Nagyon ennyi. Nem tudok róla mást elmondani. Meg annyit, hogy vannak klánok, meg a planc, vagy a zombi. Hát az ugyanis ki van játszva. Ez egy olyan játék, amiben vannak zombik, és le kell rakni a palántákat, és a palánták megvédik a zombik elől a támadást, és hogyha a fűnyírók kimennek, akkor viszont már bejutnak a zombik, akkor viszont már baj van. Ugye van ebben minden fajta össze-vissza játék, aztán mindjárt mutatom is a besteket, meg az ilyeneket, hogyha betölt. Na, be is töltött. Van Adventure mód, ezt lehet játszani, van More Ways to Play, itt van a Puzzle, itt vannak ilyen pályák, van Ice Zombie, meg van Last Stand Day, meg van Vaza Breaker, utána van egy ilyen minigames pack, amiből nekem a zombotany van meg, az is sikerült nagy nehezen. Aztán van ilyen Survivor, nekem a Day sikerült. Utána itt a Quick Play, amiben lehet az összes pályát csinálni, de persze ebbe csak azok fognak jönni, amire rányomsz. Így. És minden egyes pálya egyre nehezebb. Ott jön ez, és akkor a bonus gémek azok ilyenek. Itt van ez az óriás zombi is. És hát ugye van egy olyan, hogy almanac, és itt mindent kiad. Nem ezt akartam megnyomni. Az almanac, belemegyünk, we have plants, igen, zombi, egy hiányzik az a yeti, akkor itt a Zen Garden, itt mindent locsolni kell, meg vigyázni kell egymásra, aztán ennyi, mindig locsolni kell őket, itt a happy option, utána van egy olyan, hogy shop, mindenki ismeri azt, hogy shop, vásárlásnak a izéje. Itt van mindenfajta izé, amit meg lehet venni. Utána vannak itt achimentek, amiből nekem már megvan egy pár darab achiment. Igen, nincs több achimentem. Ennyi achimentem van, mert nagyon nem játszok mostanában. Itt van a leaderboardunk. Ugye itt megmutatja, hány zombit öltünk meg. Én most már 5365-öt megöltem. És akkor... Ennyi a plant vs. zombi. És itt az Zen Gardenben igazából annyi, hogy amit kérnek, azt odaadod nekik. Például ezt is kérik, akkor ezt is kérik. Ezzel meg ki lehet őket adni, és akkor pénzt adnak. És akkor mutatom is a következőt, ami van. Ez az Infinite Shooter.
És ez az Infinite Shooter, ez egy nagyon béna játék, szóval ebből ne kérjétek videót. Mert ennek ugye annyi a lényege, hogy itt lövöldözni kell össze-vissza, ezeket kilövöd, és akkor ennyi az élmény. Ennyi a játék. Utána a következő az a Helix Jump, azt már tudjátok, mert videózok belőle. A Tech Cube az egy fura játék, Voodoo, azt is a Voodoo készítette, és nem más, mint Voodoo készítette ezt a videót is, vagy videót, játékot. Aztán itt megmutatom a lépésszámlálót, miért? Én már napi 6000-re raktam, és akkor ennek annyi a... Hogy én most kértem egy videót, de én nem szeretnék videót kérni. Akkor várjatok most egy picit, mert ez a videó leforog, és utána abba hagyja a videót, és akkor utána ki is lehet lépni. És akkor itt megkaptad a rewardját, aztán itt lehet szintet lépni. Mindenféle cuccot. Aztán ugye itt egyre szűkebb lesz a kocka. És akkor egyre nehezebb lesz a kockát szétvárni, hogyha szintet lépsz. És ugye itt vannak az upgrade-ek. Hogyha ezt nem... Na jó, akkor hagyjuk őket. Vannak upgrade-ek, meg mindenféle cucc van. Aztán itt a Plants vs. Zombie 2, ugyanaz a lényege. Utána itt a Duolingo. Ezen lehet magyarul, angolul, bármilyen nyelvet lehet tanulni rajta. Én magyart tanulok, mivel magyar vagyok. Aztán van itt egy Hill Climb Racing. Ez is egy jó játék amúgy. Hát amúgy ennek az a lényeg, hogy van egy kocsid, és akkor kiválaszthatod azt a pályát, ami neked nagyon jó, tetszik, meg minden. És akkor azon versenyen, vagyis hát mindig van egy új rekordod, akkor meg upgrade-elsz pénzért. És itt a második része ugyanaz, de ott versenyezni kell, meg van egy ilyen adventure része. És az utolsó, ami egy alkalmazás, amit én szoktam használni, ez a lépés számláló. Engedély szükséges azért, hogy az a pedometer számláló jól működjön, védett alkalmazás. Nem. És akkor hát ennyi van meg a 6000-ből ma. És ez a videó meg ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőskét. Sziasztok!